Remek hangulatú tavaszi évadnyitóval köszöntötte vendégeit a Victoria Pódium Kettcsinálok Turmix kulturális programsorozat, amely a Victoria Rehabilitációs Központ alapítványának szervezésében indult. A város sokszínű kulturális életét bemutató havonta jelentkező műsor jótékony célja az itt élők életkörülményeihez való hozzájárulás. Az, hogy húsvét utáni első napon lévén most ez a nap az, és ilyen szép számmal gyűlik a közönség, azt gondolom, hogy ez valóban megerősíti az embert. Nagyon szép tervek vannak, nagyon jeles előadók jelentkeztek már a következő programokra is. Nem árulok el most előre, nem árulom el a programokat, de érdemes lesz a következőkre is jönni. Ezen az estén Szarvas József moderálása mellett a vendégek End László zongoraművész zeneszerző Improvizációk bárzenére című műsorában megismerkedhettek az alkotó ember indítatásával, illetve megcsodálhatták Már Ferencné a hazai népi iparművészet egyik kiemelkedő alkotójának kerámia tárgyait. Érdemes ezekkel a művészekkel megismerkedni, hiszen nagyon sokak hallják is, látják is őket, az embert nem ismerik. Esetleg hallják a zenéjüket, látják a könyvüket, látják a cserepüket, de hogy ki van ezek mögött, az rejtve marad. Itt megmutatkozik. Az est megerősítette, hogy a mozgássérültek Victoria Rehabilitációs Alapítvány által megálmodott esemény közösségteremtő és jótékony célokat szolgál. A támogatásokat, az esten befolyt teljes összeget az alapítvány a központ fenntartására fordítja.